Na hát, sziasztok! Üdvözöllek itt titeket a mai videóban, ami nem más lesz, mint az évfonás a 2020-as verseny top 10 döntőseinek a bejelentő videója. Szóval, ha kíváncsiak vagytok, hogy idén ki is került be az évfonás a versenyem top 10-es döntősei közé, akkor tartsatok mindenképpen velem! Viszont még mielőtt hozzákezdenék a bejelentéshez, szeretnék egy pár szót szólni a zsűritársaim nevében is, akik most nem lehetnek itt. Mindenképpen szerettem volna elmondani, hogy nagyon-nagyon büszke vagyok mindenkire, aki tényleg jelentkezett az idei versenyemre, és nagy boldogsággal töltött ez az egy hónap el engem, miközben láttam folyamatosan, hogy milyen munkákkal jelentkeztek a versenyre. Tényleg nagyon ügyes volt mindenki, és borzasztóan nehéz helyzetbe hoztatok. Hogyha most felmentek az Instagramra és beütitek ezt az évfonás a 2020-as hashtaget, akkor igazából meg tudjátok nézni az összes jelentkezőt, és tényleg hihetetlen, hogy milyen fonásokat készítettetek el, és hogyha most nem kerültetek be a top 10 döntős közé, akkor ez nem azt jelenti, hogy nem vagytok ügyesek, vagy nem vagytok elég jók. Higgyétek el, hogy borzasztóan nagy fejtörést okoztatok nekünk, online vitákban vettünk részt, és több napon át gondolkoztunk, hogy végül is kik érdemelnék meg a leginkább azt, hogy bekerüljenek a top 10 közé. Úgyhogy nagyon nehéz helyzetben voltunk, és ez az előző évekhez viszonyítva is el tudom nektek mondani, hogy sikerült megint szintet lépnünk, és egy magasabb minőségi szintre emelni ezt a versenyt, ami részben ugye nektek, a jelentkezőknek köszönhető, részben pedig a támogató cégeknek, akik idén is támogatták a versenyemet, úgyhogy nektek is, és a támogató cégeknek is nagyon szépen köszönöm, hogy segítenek így az álmomat megvalósítani, mert nekem ez is egy nagyon-nagyon jóleső érzés, úgyhogy köszönöm szépen mindenkinek. Aztán az előző évekkel összehasonlítva azt hiszem, hogy az idei évben jelentkeztek a legtöbben a versenyemre. Talán ilyen 220-an jelentkeztek az idei évben, és úgy arányaiban növekedett az olyan munkák száma, akik tényleg több energiát és időt fektettek be mind a fonás, mint pedig a fénykép elkészítésébe. Ahogy ezt már a versenyfelhívó videóban is elmondtam, mivel ez egy online verseny, és én nem vagyok ott személyesen, nem tudom azonos körülmények között megtekinteni a munkáitokat, ezért mindenképpen számít, hogy azt hogyan tálaljátok, hogy mutatjátok be egy képen, hogy fotózzátok le. Tehát itt is, mikor válogattuk a képeket, akkor sajnos ezt is figyelembe kellett venni, tehát nem csak azt számít, hogy mennyire tökéletes leválasztásokkal készítek el a fonásokat, mennyire aprólékos, hanem azt is, hogy a fénykép mondjuk mennyire volt esztétikusan elkészítve. Tehát nekem megmondom őszintén, hogy azok nem annyira tetszettek, amikor mondjuk így a modell így lehajtotta a fejét, és mondjuk csak itt a felső rész lehetett látni, vagy le volt fotózva itt a hátsó rész, de a hajvég már kilógott a képből, vagy esetleg le volt fotózva a modell így oldalról, de a kezei itt voltak. Ezekkel nem nagyon tudtam szimpatizálni, mert mondjuk egy ilyen oldalas képnél nem annyira látszódik a modellnek az arca, hogy most így ki kelljen takarni. Aztán ugye voltak ettől sokkal esztétikusabb megoldások, ilyen ötletesek, hogy mondjuk falevelet tett oda az arcához. Még azt mondom, hogy ezek sokkal-sokkal szuperebb megoldások voltak, hogyha mondjuk a modell nem vállalta azt, hogy mondjuk az arca megjelenjen, de szerintem egy ilyen fonásnál nem szükséges megjelenteni a fényképeken a modell arcát, mint ahogyan én is a jelentkezésre felhívó videóban is és mutattam a képeket, ott is Nikinek nem igazán látszott az arca, hanem igazából hátulról a hajfonata volt a fotók nagy részén a lényeg. Sajnos az idejében is előfordult, hogy valaki nem megfelelően értelmezte, szerintem az elég világosan megfogalmazott szabályaimat, például, hogy valaki csak egy képpel nevezhet a versenyen. Nagyon-nagyon ügyes volt az illető, sőt több illető is volt, aki több képpel jelentkezett. Nagyon-nagyon szép volt mindegyik képen a munkája, és lehet, hogy akár bekerülhetett volna a top 10 közé is, ezt már soha nem tudhatjuk meg. De utána vettem észre, hogy sajnos több képéhez is használta az évfonásra 2020-as hashtaget, és ezt világosan elmondtam a videóban, hogy mindenki csak egy képpel nevezhet. Nincs az, hogy most mindenki minden képe alá beteggel, és akkor majd én válasszam ki, amit tényleg nekem a legszimpatikusabb, mindenkinek el kell dönteni, hogy ő melyik munkáját szeretné nevezni, és nem lehet több képpel indulni a versenyen. Aztán ami nagy szomorúsággal töltött még el idén, az az volt,
hogy sajnos több olyan jelentkezést is észrevettem, akik nem a saját képeikkel, nem a saját munkáikkal jelentkeztek a versenyemre, hanem mondjuk az internetről leszettek egy képet és azt töltötték fel. Ez több szempontból is nagyon csúnya dolog. Egyrészt azért, mert más tollával ékeskedni nem helyes, mert azokat a fonásokat nem ők készítették el, hanem az másnak a munkája, és kvázi ellopták annak a személynek a tulajdonát, és azzal éltek vissza. Valamint engem is a zsűritársaimat próbáltak hülyének nézni, azzal, hogy azt gondolták, hogy ezt biztosan nem fogom észrevenni. Úgyhogy ez egy elég szomorú dolog, és nagyon sajnálom, hogy erre az idei évben többször is sor került, és még most is fent vannak olyan jelentkezések, akik az internetről lopott képekkel jelentkeztek. Ezek természetesen nincsenek benne már a 220 jelentkezőben, mert ezeket nem is számoltam már bele. És az egyik ilyen hamis jelentkezésről csináltam egy TikTok videót is, amivel szerettem volna felhívni az emberek figyelmét, hogy azért ne nézzenek engem hülyének, és még az a kislány, aki ugye szerepelt ebben a videóban, még ő volt felháborodva, hogy én hogy merészelem felhasználni a személyes csetelésünket egy TikTok videóhoz, mikor őhez nem adta az engedélyét. És komolyan mondom, hogy azon nem gondolkozik el az ilyen kislány, hogy ő más képeivel próbált visszaélni, és úgy akár eredményt elérni, és mondjuk megnyerni a nyereményt olyan emberek elől, akik tényleg jogosan megérdemlik, és egy csomó időt fektettek bele, hogy jelentkezzenek erre a versenyre. Szóval ezt nagyon szomorúnak tartom, és egyáltalán nem tartom fairnek a többi versenyzővel szemben, de szerencséje van a többi versenyzőnek, mert nagyon rendes versenyszervezőjük van, és én ezt igyekeztem kordában tartani, és erről biztosítalak is titeket, hogy az elkövetkezendő években is, hogyha ilyenekre kerül sor, akkor ezeket ki fogom szűrni, és nem fognak tisztességtelen módon eredményeket elérni az ilyen emberek. Úgyhogy ennyit szerettem volna így az elején elmondani, nagyon szépen köszönöm, hogyha végighallgattátok, és akkor lássuk is, hogy kik kerültek be az idei évben a top 10 döntős közé. Most, ahogy felolvasom nektek a tovább jutottakat, ez nem jelent semmilyen sorrendet, hogy ki jutott mondjuk elsőként be, vagy ki jutott mondjuk az utolsóként be, tehát ez teljesen ilyen független sorrend, és nem tükrözi a mi véleményeinket. Úgyhogy most csak így sorban, ahogy vannak az albumomban, úgy fogom őket most bemutatni. Az első továbbjutó Braid by Sylvie, aki ezt a különleges fonást készítette el, amit már itt láthattok is mellettem. Nagyon gyönyörű hosszú haja van a lánynak. Nagyon tetszett nekünk, hogy talán nem a legbonyolultabb, mert ugye ilyen kis buborékos halszálka fonások vannak, a felső része meg ugye ilyen sima halszálka fonások, aztán ha jól látom még ilyen kiforított hármas parketta fonások, de az, ahogyan elkészítette, az a lazaság és az elegancia, ami tükröz, az mindhármunknak nagyon tetszett, úgyhogy ezért mindenképpen szerettük volna, hogy ő része legyen a top 10 döntősnek. A következő továbbjutó Hall of Braids lesz. Na, nálam nagyon-nagyon tetszett, hogy tényleg nagyon aprólékosak voltak a leválasztások, ott legelől szinte hajszálanként van elkészítve a fonás, a felső részben gyűrűk is vannak rakva, nagyon precíz az egész, nagyon szép a háttér, ugyanúgy, mint ahogy az előbb Sylvie-nél is, ügyeltek arra, hogy tényleg esztétikus legyen maga a fotó is, úgyhogy ez is nagyon tetszett nekünk. Font Anna a következő továbbjutó, és láthatjátok, hogy az ő fonata a tipikus példája annak, hogy mondjuk a kevesebb több, és nem szükséges mondjuk ilyen nagyon sok apró, bonyolult fonás kombinációt elkészíteni 8 órán keresztül, mert ezzel a kis egyszerű ötlettel, hogy a közepén végigfut egy gyöngysor, szerintem nagyon különleges eredményt ért el, és nekem tényleg nagyon-nagyon tetszik. Bugyó Kata a hármas parketta fonásokat készített el, viszont nagyon kis, precíz, aprólékos leválasztásokkal is, különleges formával, tényleg nagyon szimmetrikus lett a két oldal, és ahhoz képest, hogy ez egy sötét barna haj, mégis nagyon látványos. Aztán az első képen a kis husky, az meg tényleg nagyon kis cuki, úgyhogy nagyon jól néztek ki így a képek is. Szabó Vanessa egy babafejes fonással indult a versenyen. Ugye az előző években nem is lehetett babafejes hajfonással indulni, viszont az idei évben úgy gondoltam, hogy igazából miért is ne. Szeretném megnézni, hogy akár babafejekből milyen fonásokat tudnak elkészíteni a jelentkezők, és nagyon-nagyon szép fonások érkeztek, viszont arra nem mindegyik jelentkező figyelt, hogy mi volt a fénykép hátterében, és Vanessa erre figyelt, úgyhogy ezt külön nagyon értékeltük, meg hát ugye a fonás is gyönyörűen néz ki rajta.
Természetesen a babafejnek a műhaján másabb elkészíteni a fonásokat. Lehet, hogy egy kicsit egyszerűbb dolgunk van, de azt gondolom, hogy van ezt a bonyolultsággal ezt kompenzálta, és bár egyszerűbb volt a dolga, mégis egy ilyen nagyon extra frizurát készített el. Nagyon szépek a kis rózsák, még leveleik is vannak, meg hát az a felső szövés is elképesztően néz ki, úgyhogy ő is tovább jutott. A következő továbbjutó Panni Braids, és egyébként Panni nővére a tavalyi évben Holt versenyben harmadik lett, és Panni akkor is jelentkezett, de nem került be a top 10 döntős közé, viszont idén nem adta fel, és ismételten jelentkezett, megérte, mert gyönyörű fonást készített el, ahogy láthatjátok. Hátul egy ilyen nagyon különleges, ha jól látom, ötös fonás van, ilyen csipkézett szélekkel, kétszínű szallaggal, elől pedig két ilyen kis nagyon aprólékos hajráfonást készített, úgyhogy nagyon gratulálok, Panni, nagyon ügyes vagy. Egyébként Panni 12 éves, úgyhogy ezért is külön gratulálunk Panninak. Braids by Alisa a következő továbbjutó, és hát nem tudom ti, hogy vagytok veled, az a felső rész, ez a kicsit ilyen mélysejt, hadszögletű mintázat, ez nekem nagyon tetszik, és először azt se tudtam, hogy ezt hogyan készíthette el, persze aztán ránagyítottam, és így rájöttem, hogy mi is ennek a technikája, de nagyon tetszik, és nagyon ötletes volt, úgyhogy nagyon gratulálok neked, Alisa, nagyon szép munkát készítettél, elől még két ilyen nagyon különleges fonás van, egy ilyen arany lánccal, hátul pedig egy ilyen fonott konyban végződik a frizura, úgyhogy nagyon szuper, nagyon tetszett mindhármunknak. Alisát Pécsi Zsanett követi, aki ezzel a fonás kombinációval került be a döntőbe. Nagyon szép az összkép, nagyon tetszik ez a kis őszies színvilág, nagyon jó a modellnek a hajszíne, szépen látszódnak benne ezek a gyémánt fonások, és az alsó rész is, ami talán egy 4-es vagy egy halszálkás 4-es fonás lehet, és ami még nagyon tetszett, hogy az alsó részen nem látszik a hajgumi. Lehet, hogy megkötötte olyan rejtetten hátul, de az itt szemből nem látszódik, úgyhogy tényleg nagyon szép az összkép. Braids by Andrea a következő továbbjutó, és hát igen, a fonata egy kicsit emlékeztet az én fonásomra, amit két évvel ezelőtt februárban készítettem arra a hajfonásos versenyre, tudjátok, úgyhogy ezért nekem nagyon tetszett, és Andrea nagyon szépen kivitelezte, most itt ezzel nem azt akarom mondani, hogy jövő évben mindenki az én fonataimat másolva jelentkezzen a versenyre, mert nem ez a cél, mindenki tényleg eredeti ötletekkel induljon a versenyen, de Andrea nagyon ügyes volt, nagyon szépen kivitelezte, és egyébként Andrea is 12 éves, és 12 évesen egy ilyen fonást, aki tud csinálni, az igazán megérdemli, hogy itt legyen a döntősök között. És végül, de nem utolsó sorban Makó Anna is bejutott a top 10 döntős közé. Ő egy ilyen nagyon szuper, kicsit ilyen vikinges fonás kombinációt készített el, a felső rész így kicsit meg van emelve, ott ilyen lazább fonás van, az oldalsó részek pedig ilyen nagyon szuper szorosak, valamint még ilyen madzaggal is meg van fűzve, ilyen kis aranylevelek lógnak belőle, és a fonások végét szintén ilyen madzaggal kötött el, ami szintén nagyon tetszett, és nagyon látványos volt így a sötét hajban is, úgyhogy ő is megérdemelten került be a top 10 döntős közé. És ezzel a végére is értünk a továbbjutók listájának, szívből gratulálok tényleg mindenkinek, a zsűritársaim nevében is, és azoknak, akik pedig nem jutottak tovább fel a fejjel, jövőre is meg fogom rendezni ezt a versenyt, és akkor is várom őket szeretettel. Az most, hogy nem jutottak tovább, nem azt jelenti, hogy nem lennének ügyesek, tényleg nagyon ügyes volt mindenki, és nekik is nagyon gratulálok. És most pedig következik a közönség szavazás, amire szeretnék buzdítani mindenkit, hogy vegye ki benne a részét, és segítsen eldönteni, hogy ki is nyerje az idei évben az évfonása díjat. A szavazás az előző évekhez hasonlóan online fog zajlani, és mindenki csak egyetlen egy szavazatot adhat le a kedvencére. A videó leírásában találhattok egy linket, egy Google dokumentum linket, amiben a kérdőív kitöltésével már most leadhatjátok az érvényes szavazatotokat. A szavazás november 18-áig, szerda este 8 óráig tart, szóval, hogyha szeretnétek megkérni az ismerőseiteket, hogy szavazzanak rátok, vagy a barátaitokra, akkor azt mindenképpen hangsúlyozzátok, hogy szerda este 8 óráig tehetik ezt meg, és egyetlen egy szavazattal támogathatja mindenki az általa kiválasztott versenyzőt.
A közönség szavazás ideje alatt a zsűritársaimmal mi is fel fogunk állítani egy sorrendet, és végül a közönség szavazás lezárása után a közönség által megszavazott sorrendet és a zsűri által megszavazott sorrendet fogjuk egyesíteni, ami majd a végső eredményt fogja adni. Úgyhogy nagyon sok sikert kívánok mindenkinek, egy hét múlva november 22-én vasárnap jelentkezek az eredményhirdető videóval, ne felejtsetek el szavazni a videónak, köszönöm szépen, hogy itt voltatok, találkozunk a jövő héten, addig is vigyázzatok magatokra, sziasztok!